Sziasztok, kedveskék! Most összegyűjtöttem számotokra 4 Border Collie-ról szóló filmet. Ha szeretnétek még több Border Collie-t látni, vagy éppen jobban megismerni a fajtát. A 4. helyen Mist van, avagy köd magyarul, egy pásztorkutya élete. Ez a film nagyon aranyos, mivel egy csöpkis Border Collie életét követi végig a születéstől egészen addig, hogy hogyan válik ügyes terelő kutyává. Ez a film azért szuper, mivel nagyon sok Border Collie van benne, és bemutatja, hogy mit jelent a kutyák számára a terelés. Kemény munka, de számukra ez szabadság, ami mással nem hasonlítható össze. Jó példa arra a film, hogy a nézők megismerjék a Border Collie munkáját, és hogy mire is van valójában szükségük. Hogy őszinte legyek, nekem az elején egy kicsit furcsa volt benne megszokni, hogy a kutyák furcsán beszélnek, de ha ehhez hozzászokunk, akkor nagyon mókás és jól átadja, hogy minden kutyának más a személyisége és más az erőssége. Így lesznek ők tökéletes falka. Sőt, ha igazán megkedveltétek ködöt, akkor az életét tovább követhetitek, hiszen ebből a filmből egy sorozat is készült, ahol köd életét látjuk. Így nem maradunk Border Collie nélkül. A 3. a kutya szerencse. Ez a 2010-ben készült film Luckyról szól, aki a gazdája nem tart elég jónak a teréléshez, de egy lány, aki hazajön New Yorkból, a farmon élő családjához, anyukája halála után, megtalálja Luckyt és magához veszi. Innen indulnak a bogyonalmak, családi drámák, a szomszéddal való ellenségeskedés, és persze az új élet és az új szerelem is, de közben Lucky pedig ügyes terelő kutyává válik. Ez a film bármikor jó szórakozás, ha valami könnyed filmre vágytok, amiben egy nagyon szép Border Collie szerepel. Kedvelem, hiszen ő egy örökbefogadott kutya, aki nagy dolgokat visz véghez. De ebben a filmben is a terelés és a farmon való élet a főszereplő. Még Miss filmében csak a kutya oldaláról látjuk a fejlődést, itt a gazdi is megtanul jó gazdivá válni. Nekem csak az a problémám, hogy a film egy icipicit idealizálja azt, hogy Luckyból hogyan lesz terelő kutya, amit persze mint lelkes rajongó megértek, de persze félő, hogy leendő gazdik azt ez félrevezeti, hogy mennyi munka egy Border Collie felnevelése valójában. Babe. Na jó, ez a film tudom, hogy nem egy Border Collie-ról szól, hanem egy Border Collie-nak készülő kismalacról. Ebben a filmben bepillantást nyerhetünk a farm életébe, és így a collie világában is. Fantasztikusan szép kutyákból itt sincs hiány, sőt baba kutya is van elég. Az anyakutya karaktere nagyon szerethető, sőt én még a szigorú apakutya karakterét is kedvelem. Hogy őszinte legyek, itt is zavart az elején, hogy beszélnek az állatok, főleg mert itt még a szájuk is mozog. De a monológok okosak, viccesen és ironikusan mutatja be az ember kapcsolatát az állatokkal, és leginkább a farm állataival. Hiszen van, akik dolgoznak az embernek, valakik pedig a vacsorává válnak. Kedvelem ezt a filmet, hiszen Babe Border Collie akar lenni, amit meg tudok érteni. Tudtátok, hogy ezt a filmet egy csomó kis mulatszal forgatták le, mivel olyan gyorsan nőnek, hogy állandóan cserélni kellett a főszereplőt. Az első a Dogír. Habár szerintem ez a film kissé befejezetlen, én még néztem volna tovább a kalandokat, mégis az első helyre soroltam. De miért is? Mivel itt a főszereplő egy problémás kolli, akit örökbe fogad egy író, hogy megnevelje és új családot biztosítson a számára. Mivel a kutyust előtte bántalmazták. A film az ő, vagyis az ők fejlődését mutatja be, hiszen a történet lényege, hogy mindketten bajban vannak és egymás nélkül nem jöhetnek rendben. Lényeg, hogy nem adhatják fel. Kedves kék, jó szórakozást a filmekhez, és ha tudtok ti is még Border Collie filmeket, akkor azonnal írjátok meg, kíváncsi vagyok rá, és ne felejtsetek el feliratkozni sem.